hunhatta a koronáját Csát úr. A kalapom. A fürdőben, hogy kiszellőztessem a fejem. Maga is eléggé véres meséket irogat fiatalember léttére. Igaz. De miket is írhatnék mást manapság? Nincs igaz a Csát úr. Az árnyékot is csak a nap csinálja. Déli bábkergetés, így is, úgy is. Már a lovak is idegesek. Megérzés dolga. Azzal élek én is. Elvigyem a doktor urat? Inkább magammal lennék. Isten áldja. Jó meleg, ugye? A pokol földje. Puha, mint a vetett ágy. Mennyei érzés. Szeged felül ágyúznak a franciák. Az angolok kiszorították az indiánokat, a dombvidék már a perzsáké. De tavaly ilyenkor még a portugáloké volt. Ők az angolokkal tartanak. De nem ez a baj. Az Adriai tengert lecsapolták az angolok. Ezt az oroszok csinálták. Fölfüstölték. Napóleon miatt. Őtőle még ma is félnek. Na, jöjjön, ne féljen. Én minden nap meghintem. Már lassan a szaladik. Aztán, amikor gyufásdobozni vásugorodik, fogom is... átdobom a kínaiakhoz. Meghinti? Maggal. Frigyes, bújjon be! Na, jöjjön, jöjjön. Fél. Bújjon be! Tudja-e, mekkora mennyek birodalma? Egy pitypangnyi. Tudtam, hogy bejön. Maga egy. Író vagyok. De most háború van. Még nincs. Egyfolytában az van. De magának. Trón jár. Trón. Jó ötlet. Nem ötlet. Igazi. Fordítsa meg. Fordítsa már meg. Titok. Fordítsa vissza. Ezt csak ilyenek láthatják. Kérem.
Elfogadná egy cigarettát? Méreg. Pesti jön? Ha nem? Éde való. Azt még bizton nem tudom. A talpamból kivágtak egy kis izmot, miközben aludtam. Kik? Az indián írtók. Az ellenségeim, akiknek útban vagyunk. De hát semmi baja. Halva Indiában voltam. 13 golyót lőttek belém. A golyók a testében vannak. Megolvadtak a véremben. Megolvadtak. A tűzútnál. Mégis... Mi az a tűzút? Út. Sok kis lánggal. Nálam igen erősek a halálserpenyők. A halálserpenyők? Rakja oda. Az a dolgom, hogy a világkorona legyen. De már megrontottak. Tönkretettek. A kufárok egy majom lelkét eresztették belém. Agyfeszt. Agylap, agyfeszt. Márványgőz. Ne bántsa. Ez a Schallenberg-je szíve. Minek a szíve? Maga nem tudja. Magának sosem volt elválasztva a feje a testétől. Agyfeszt hiányzik. Márvány agylappal. Utasszon. Kivették az agyvelőmet, földhöz vágták háromszor, aztán visszatették. Azóta őrző vagyok. Álmomban mondta az apám, hogy innen el nem mozdulhatok. Mert
lehet ez az egy helyben állás földje. Ha megmozdulok, összetől a világ. Pedig nincs is világ. A fejembe van zárva minden. Csak itt. Vízmagok. Majd egyszer újra behintek mindent. Mióta él itt? Nevelőapám Steiner Frigyes szegedi kárpitos volt. Igazi apám a kínai császár. Isten volt. Most már semmi. A semmi az nem üres. Hogy mióta élek itt? Maga azt hiszi, hogy itt van idő. A fakír több szervet kivágott belőlem. Lemondattak a trónról. Kína hercegségét kaptam. Hozzáverte a fejemet a térdemhez. Visszadugta a karomat. Én egy hulla vagyok, melyet egy majom lelke mozgat. Na lássa, ezért figyelnek. Kik? A vérszívók, a világlopók, a nagyvilági senkiházik, a pugyelláris gömböcei, a világ szar királyai. De hiába a nap tűzkora van, ami mindent leégett. A tűzúton nem tudtam átmenni. Szétégtem. Eltalált egy naplándzsa. Azóta szorongatom, hát ha megpuhul. Vérkút! Vízár! Vérkút! Kék tűz! Kék tűz! Élő halott már voltam. Víz nélkül nem lehet álmodni. Ott a csodakút. Nincs. Nincs. Kiszáradt. Hogy? Kiszárították. Szingapurban. Alulról kifúrták a földet, és kifolyt a víz. Kik? Az angolok. Még elefántcsontpartot is megfúrták. Olajat töltöttek a helyébe. Kell a sok mécsesnek a cifrapalotába. A Sziszi királynőnkbe is bicskát vágtak. Egyszerű bicskát! Kiirtják a királyokat! De én vagyok a király. A nagy mammon. Hiába őrjöng. Kifárad ő is. Ide úgyse jön. Ez a világ vége. Leesne.
A csodát, uram, én birtoklom. Ne várjon semmit. Az égvilágon semmit. Majd jön. No, ég áldja. Thank you.